A Vöröskereszt karcagi területi szervezetének önkéntesei is varják a maszkokat, és élelmiszercsomagot is osztanak a rászorulóknak, tudtuk meg orvos Anettától, a szervezet képviselőjétől. Darai Mihályné lakásán szorgosan varták, ott jártunkon a lakosság részére a szájmaszkokat az önkéntesek. A Magyar Vöröskereszt karcagi területi szervezetének önkéntesei segítkeznek éppen a mai napon, sőt szerintem a többi napon is folyamatosan, hiszen nem kezdtek még ennek a tevékenységnek neki. Darai Mihálynénál vagyunk, és a, a, többi önkéntes is csatlakozott az ő ö, kezdeményezéséhez. Szájmaszkokat próbálunk készíteni a lakosság számára. Ungvári né Erika, Köteles András né Zsike, és a Darai Mihály, a pália Darai Mihálynénak akik itt ebben szorgosan tevékenykednek. Emellett a vörös tevékenysége a szociális juttatásokban, a napi adományosztásban is kiemelkedő. A Magyar Vörös továbbra is folytatja azokat a tevékenységeit, amit eddig is. A szociális juttatásokban ugye kiemelkedő a napi adomány osztása, ez a karcagot keddi napokon, szerdai napokon, pénteken és szombaton érinti. Ezeken a napokon kerül sor a tesco átvett a Magyar Élelmiszerbank élelmiszermentési akciójából származó élelmiszereknek az osztására. Ez általában kenyérféle, zöldség, gyümölcs, és azt gondolom, hogy a ebben a helyzetben, tehát a vitamin forrás, ugye az, hogy megfelelő vitaminokat bocsássunk ugye a szervezetünk számára, ez elengedhetetlen és nagy segítség, mert ugye sokan nem tudják ezt megvenni. Karcagon heti négy alkalommal osztanak élelmiszert a Magyar Élelmiszerbank és a Tesco segítségével. Kedden a Marista Iskola tanoda részénél általában ez mindig reggel 8-9 óra tájéka. Szerdán pénteken és szombaton pedig a Rákóczi út három szám alatt. Ruhaosztásra is van lehetőségünk hetente egyszer. A ruhaadományok azok folyamatosan érkeznek ugye a szervezetünkhöz, fogadjuk is őket. A Baros utcán van egy raktárunk, onnan szoktuk a ruhaosztásokat tehát kivitelezni. A téli időszakban is volt, de az inkább ritkább alkalmak, mert ugye akkor nagyon hideg van abban a helyiségben, de ugye most már, hogy következik a jó idő, erre is fogunk sort keríteni. A Vörös Kereszt önkéntesek segítségét is várja. Akár varni tudókat, de anyagi felajánlásokat is fogadnak. Bárki, aki úgy érzi, hogy, hogy szeretne segíteni, és a Magyar Vörös Keresztnek a, a, a COVID-19 vírussal szembeni vérekezését és a lakosság számára nyújtott segítséget szeretné támogatni, akkor a számlaszámunkat, tehát a Megyei Vörös Kereszt számlaszámára lehet utalni. Annyi összeget, amennyit éppen kíván, vagy amennyit szeretne. És én szeretném azt is elmondani, hogy eddig is a szájmaszkok készítéséhez is kaptunk segítséget a városban működő cégtől. Aki önkéntes munkával, ebédhordás, bevásárlás szeretne segíteni, azt is jelezheti a szervezetnél. Várjuk az önkéntesek jelentkezését, hiszen mindenre föl kell készülni, és a Vörös Kereszt, a Magyar Vörös Kereszt ugye a felkészültségben hisz. Folyamatosan híreljük több helyen is, és akkor itt örülök, hogy ezt ismét elmondhatom, hogy várjuk az önkéntesek jelentkezését, Bárki, aki tényleg varni tud, ö, esetlegesen ö, ebben a munkába be tud segíteni, ö, anyagot fes, fel tud ajánlani, vagy tényleg a munkáját, vagy esetlegesen föl lehet készülni arra is, hogy a városban a szociális dolgozók esetleg megbetegednek, kiesnek, tehát a vörös keresztre lehet számítani, tehát nagyon kéntes bázisra dolgozik, de folyamatosan várjuk azoknak a jelentkezését, akik ebben be tudnak segíteni, szívesen vállalják, tehát van olyan szociális érzékenységük, hogy egy idős embernek mondjuk bevásároljanak, vagy kitakarítsanak, vagy bármit, amit, amit, ami szükséges hiszen azt gondolom, hogy ehhez nagy szaktudás nem szükséges, elég az, hogy valaki szociálisan érzékeny és segítőkész. És tényleg, hogyha a szociális ellátórendszer esetleg a városban, amiatt, hogy a betegséggel kap olyan dolgozókat, akik ebben dolgoznak, akkor szívesen, tehát a Magyar Vöröskeresztre számíthatnak ezek az ellátórendszerek.